Éppen azon töröd a fejed, hogy hogy találhatod meg a tökéletes hangot, bárhova is mész. Mit szólnál ahhoz, ha azt mondanám, hogy megkaphatod a hordozhatóság szabadságát és a legjobb minőséget? A Zoom F3 egy valóra vált álom, mert egy dual lokkolós XLR porttal, 32-es Bleed Floating Recordinggal és egy kis formfaktorával számomra egy nélkülözhetetlen eszközzé vált, amikor Pro Audio-ról beszélünk. Ez úgy hangzott, mint egy reklám, de tényleg igaz, és ez az őszinte véleményem, és be is tudom bizonyítani. Nem tudom, hogy látod-e rajtam, de tényleg libabőrös leszek, ahogy így beszélek róla. Mindegy, ma egy teljesen független bemutató lesz erről a nagyon király kis field recorderről, át fogjuk beszélni, hogy milyen egyedi funkciói vannak, mikor érdemes használni, és a videó végén el fogom mondani, hogy miért ez lett az első számú field recorderem. Szóval mindenféleképpen nézd végig a videót, kezdjük is el, de először intro. Ma megmutatom, hogy mi a kedvenc setupom, amikor valamilyen ilyen beszédet veszek fel, valamilyen lokációm. A lelke az egésznek a Zoom F3 és ehhez a Sennheisernek az MKH416-ját vagy a Shure SM7B-t használom. Egy oldal megjegyzés, ezekről a mikrofonokról nem fogok sokat beszélni, mert van külön review-m róla, amit be fogok linkelni a videó végén, illetve a leírásban is ott vannak ezek a review-s linkek. A like-gomb alatt tudod, amit benyomhatnál, hogyha tetszik ez a videó, és egy kis segítséget szeretnél adni nekem. Oké, kezdjük egy gyors unboxinggal. Az F3 egy nagyon egyszerű kis dobozba jön, nyilván benne van maga az eszköz, két darab duplás aksi, elem, és néhány papír. És nagyjából ennyi is. De annyival durvább az, ami magában az eszköze van, amit át fogunk beszélni, de először nézzük meg, hogy milyen ennek a felépítése. Egy ilyen négyszögletes, négyzet alakú 200 g-os field recorderrel van szó, nagyon strapabíró, rá lehet akár boompólókra ragasztani, vagy akár a csuklónkra, a kameránkra. Az elején van egy nagy kijelző, ami minden infót megmutat, és vannak gombok is természetesen, amit talán elmondanék, hogy királyabb lenne, hogyha egy ilyen színes touchscreen lenne rajta. Oké, de maguk a gombok az elején arra szolgálnak, hogy beállítsuk a hangot, vagy bele tudjunk zoomolni, hogyha nézzük az audio vonalakat. A jobb oldalon van a bekapcsoló gomb, egy rekordálás és egy hold gomb, ami nagyon hasznos, mert így biztos, hogy nem fogunk valamit véletlenül benyomni, vagy nem fog megállni a felvétel. A másik oldalon van a menünek a gombja, a visszajátszás gombok, és alattuk található a microSD kártya helye, ami 1 terabájtos is lehet, valamint egy USB port, amit nem csak arra tudunk használni, hogy egy powerbanket külső aksit csatlakoztassunk rá, de a komputerenknél egy 2-in, 2-autos audio interfész lesz, még mindig 32 bit, van egy jack-in, jack-output külön hangerő kontrollálása, és nyilván ott vannak a duplás aksik, amik 8 órát bírnak adni, de amúgy használsz powerbankot is. A másik oldalon maradt a két lokkolós XLR port, és hát nagyon durva a preampja ennek a mikrofonnak, konkrétan olyan szuper kicsi a noise floor-ra, mínusz 127 decibelig tudsz elmenni. Menjünk tovább a következő dologra. Ez pedig nem más, mint a felvételi funkció, 192 kHz, 32 bit flow-tal, WAV-val, monóban és sztereóban is vehetünk fel. Az F3 az egy 2-csatornás, 2-trackes rekorder, ami tényleg ez a durva 32 bit flow-tal és egy AD konverterrel egy nagyon teljes dinamika tartományjal rendelkezik, tehát a clipping hangos halkrészeknek búcsút mondhatsz. Ha nem tudod, hogy mi a 32 bit flow, az olyan, mint a nyers képek, a RAW fájlok a képeknél. Ugyanúgy, ahogy a fotóknál is vissza tudjuk hozni a kiégett képeket, vagy az elvesztett sötét részeket, ez tényleg varázslat. Magic. Ha láttad már az F2-es review-mat, akkor hallottad ezt a poént, de tényleg ez annyira varázslatos, hogy nem kell aggódnunk a hangszint beállításról. Ja, és amúgy van benne Phantom Power, 24 és 48 volt is. Van egy nagyon király kis kiegészítője, a BTA1, ami egy Bluetooth adapter, és ezáltal akár a telefonunkról is tudjuk irányítani az F3-at. Ez a kiegészítő 16 000 forint, ha már beruházunk az F3-ba, ami 130 000 forint, szerintem megéri ezt megvenni, és csak összehasonlításképpen ez fele annyiba kerül, mint az F6, ami
270 ezer forint. Nyilván a dupla árért háromszor annyi XLR portot kapsz, de erről majd beszéljünk egy másik videóba. Most miért ne csináljuk meg mondjuk konkrétan a hangtesztet, hiszen ez az egyik legfontosabb rész. Ki is találhattad, hogy ezt az egész videót az F3-mal vettem fel. Most a Sennheisernek az MKH416-ot hallhatod, ami az F3-hoz van csatlakoztatva, most pedig az SM7B-t a Shure-tól ugyanúgy az F3-ba csatlakozik. És bevágok ide egy klippet az F2-ről, csak hogy legyen egy összehasonlítás. Ezt az egész videót az F2-vel és a vele való Love Mic-kal vettem fel. Mit gondolsz? Hogy hangzik? El tudod képzelni, hogy te is használnád ezt, vagy nem? Kérlek, írd meg kommentbe. Mielőtt elköszönünk egymástól, szeretném gyorsan megmutatni, hogy mekkora varázslat van tényleg a 32 floatban, a 32 bites floatban. Vissza tudod húzni a clippingeket, vagy felhúzni a halk részeket, és hogyha megnézzük ezt a klippet, itt direkt hangosan beszélek, és így hangzik. Annyit kell csinálni, hogy csak egy picit lejjebb halkítjuk, és megint a varázslat történik, a clipping eltűnt. Az F3 egyből a kedvenc field recorderemmé vált, mert hogyha a legjobb minőséget szeretnénk kihozni az XLR mikrofonjainkból, és persze vannak olyan szenáriók, amikor Love Mic-ot szeretnénk, de ha XLR, ez a legjobb. Ha pedig Love Mic, akkor itt jön be az F2, és szerencsére erről is van egy dedikált bemutatóm, hogyha nem láttad volna az F2-es review-mat, akkor nézd meg, ide fogom rakni. Ugyanakkor vannak azok a szituációk, amikor nem kell ekkora flexibilitás, amikor van mondjuk egy kialakított setupom, mint nekem itthon az otthoni stúdiómban, ahol ismerem a teret, hangkezelve is van, akkor nem igazán vesztünk el semmit, hogyha nem 32 bit floatba veszünk fel, hiszen minden be van állítva. Ehhez én az Audient Evo 8-at használom, amiről, hogyha többet szeretnél tudni, és érdekel, hogy miért ezt választottam az otthoni audio setupomba, akkor nézd meg ezt a videót. Ha pedig tetszett ez, akkor kérlek lájkolj, kommentelj, beszélgessünk, iratkozz fel még, hogyha nem tetted volna, nyomd be a kis csengőt is, mert rengeteg király tartalmam jön, remélem, hogy találkozunk valamelyik videóba, köszönöm szépen, hogy itt voltál, kattints ide, szia, sziasztok!